különleges szárított gyümölcsök és zöldségek a vitaminok erejével. Nem tudom, hogy látják-e egyébként itt ezt a tálat, olyan, mintha ez friss gyümölcs lenne, de bizonyos értelemben tulajdonképpen friss, mert tele van vitaminnal, ám de ezek úgynevezett biofilizált gyümölcsök. Erről fogunk beszélgetni. Itt ülő vendégünk valaki, Pomozi István, üzletfejlesztési vezető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlök minden tévénézőt is! Hát ugye a szárított gyümölcsöknek tulajdonképpen nagy népszerűsége van, nagyon sokféle szárított gyümölcsel lehet a közértekben találkozni, de magával a biofilizált kifejezéssel én most találkozom először. Mit is jelent ez pontosan? Ez egy védjegyoltalom alatt álló kifejezés, ez egy saját eljárást tükröz. Minden technikai részletet nem árulhatok el. Az a lényege, hogy nem alkalmazunk semmilyen hősokkot, se alacsony, se túl magas hőmérsékletet, és nagy vákum alatt szárítjuk. Ezzel azt érjük el, hogy az összes beltartalmi érték megmarad a gyümölcsben, az összes vitamin, antioxidáns, az összes természetes cukorzsír. Tehát ezt azt szoktam mondani, hogy ez maga a gyümölcs, csak víz nélkül, minden értékével együtt. Tehát magyarul ezek a szárított gyümölcsök pont olyanok, mint hogyha frissek lennének, ezt jól értem? Pont olyanok, egy olyan chipses, roppanos állaga van, majd ha megkóstolja, akkor tudja tapasztalni. Szerintem igen. Igen, de beszéljünk, hogy milyen gyümölcsök vannak, mert ugye medgyet mondtunk, málnát. Epret, fekete ribizlit, mandarint és narancsot ebben a kis tálban. De gyönyörű egyébként, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy így próbálom a kamerán elmutatni, hogy gyönyörű. Ez egy kb. 200 g gyümölcs, ami ebben a tálban 200 van. Jó, hát én megkóstolok egyet. Tényleg ropog. Most egy chips. Igen. Miért fontos, vagy miért volt lett fontos az, hogy ezek a biofilizált gyümölcsök ezek elterjedjenek a piacon? Mi azt szerettük volna, gyakorlatilag ez a friss gyümölcs és hosszú távon eltartható, tehát egy friss gyümölcsöt csak néhány napig tudunk élvezni, az lenne a cél, hogy ezt magunkkal tudjuk hordozni, előbb szó volt az iskolákról, gyerekekről, tehát az egészséges étkezés ott is nagyon fontos, talán ez is egy praktikusabb módja annak, hogy egészségesen táplálkozzanak a gyerekek is. Mi a helyzet a téli időszakkal? Mert ugye most ezek idén gyümölcsök gyakorlatilag, mondhatjuk azt, de mi a helyzet a téli időszakkal? Ez körülbelül egy évig eláll, legalább ezek a gyümölcsök ilyen állapotban, és itt ugye a mandarin, narancs, ezek is, ez nem idei gyümölcsök, ez tavalyi termésből vannak, és még ugyanolyan ízük, állaguk van, mint amíg akkor történt szárítás. Pont ez a cél, hogy hosszú távon eltartatóak legyenek a idézőjelben friss gyümölcsök. Van-e olyan társadalmi életkor, vagy mondjuk van-e olyan lakosság réteg, akit kifejezetten meg szeretnének célozni, vagy igazából ez mindenkinek jó? Mindenkinek jó, de azoknak fontos, hogy azt látjuk, hogy azok szeretik, akik ezt a tudatos egészség, tudatos életmódot választják, akiknek fontos, hogy az értékes tápanyagot a gyors ételekkel szemben ezeket részesítik erényben. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ennek a fajta tudatos táplálkozásnak mennyire nagy a népszerűsége a hazánkban? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb, tehát egyre többen figyelnek az egészségre, a táplálkozásra, egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon is, meg az egész világon is. Nem tudom, hogy jó-e a kérdésem, de környezettudatossággal kapcsolatos mondjuk a biofilizált gyümölcsnek a létezése? A kérdés nagyon jó egyébként, mert igen, tehát a liofilizált gyümölcsök is kaphatóak, azok egy picit hasonlóak ehhez, de azok nagyon nagy biofilizált, és vannak a liofilizáltak, amit mínusz 70-80 fokon kezelnek, úgy szárítják, nagyon sok energiát fogyaszt ez. Tehát mármint a liofilizálás ellentétben a mi eljárásunkkal sokkal kevesebb energia szükséges hozzá. És magánál az üzem létrehozásánál is figyeltünk, hogy ezt a kevés energiát is napenergiából biztosítjuk. Akkor jól értem, hogy ez egy divatos ételnek fog számítani? Reméljük, tehát azt szeretnénk, hogy ez divatos legyen, és egészséges legyen mindenkinek. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy megkóstoltam, szóval nem mondhatom azt, hogy nem kóstoltam meg, hogy tényleg nagyon finom, és tényleg olyan, mint egy chips. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, és reméljük, hogy további sikerekről tudunk majd itt beszélni. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Napindító, ez volt a Napindító Plusz. Most jön a hétvége, és én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos hétvége jön Magyarország szempontjából. Nem csak az államalapítást ünnepeljük, hanem hanem az atlétikai világbajnokságot is. De azt ünnepeljük, hogy ez itt lehet Magyarországon. Óriási siker ez a sporttörténetnek, óriási siker Magyarországnak. Reméljük, hogy Magyarország hírét csak tovább viszik a sok-sok turisták, akik ellátogattak hazánkba. Szóval próbálják meg önök is követni az atlétikai világbajnokságnak a programjait, eseményeit, nyilván a versenyeit. Mi mindenről beszámolunk.
És ahogy már korábban mondtam, természetesen az augusztus 20-ai tűzi játékot itt élőben láthatják a Hír Televízión 9 órától, úgyhogy érdemes lesz a Hír TV-vel tölteni a hétvégét, ha nem mennek ki a szabadba, de ha mennek, akkor pedig mindenféleképpen vagy a Szent István napi programokat, vagy az atlétikai világbajnokságnak a különböző versenyszámait nézzék meg és kövessék. Köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, jövő héten hétfőn Perjesi Tamás kollégám csatlakozik hozzám, és ketten várjuk már önöket itt a napindítóban 6 óra 50 perctől, ahogy már megszokhatták. Nagyon jó hétvégét kívánok önöknek, viszontlátásra!